szereplő csatornáknak a tulajdonosait nem megbántani szerettem volna, ez csupán egy fan videó. Na nézzünk szét a YouTube-on, én azt mondom, nézzük is meg Pollának a csatornáját. Hát rakott fel valami új jó videót. Edzésre fel. Most ez komoly. És ez halál komoly? Hát bele is nézek. Na, nézzük. Mérnök úr összeszereli itt nekünk. És ez egy full edzős videó. Most ez komoly? Na mindegy, ezt végignézem. Hát akkor nézzük meg Szabi S-nek a csatornáját. Hát rakott fel ő is valami új fasz a videót, már rég nem néztem tőle videót. Most ez komoly, baszki. Irány a kockas. Hát jó, akkor ezt is végignézem. Elég volt már a sok edzés tartalomban, nézzünk valami egyediséget. Hát a Pink Horizon töltött már fel valami új videót. Rég nem néztem már a csatornáját. Két éve, világ legrosszabb videósi. Reakcióira, Na mindegy, hát azóta már megváltozott a csatorna, ami jó kis gameplay, egy egyedi tartalom, hát ha srácok. A világ legrosszabb videósai, 27. Most szivat? Most ez komoly? Két éve? Na jó, én ezt feladom gyerekek. Nézzünk kis vicceleket, ő biztos jó kis gambling videókat csinál még mindig. Hát ha benne nem kell csalódjak. Na meg lehet neki ez 1 millió megtekintés, na az zsír. Kasszás Erzsé videóklip paródiák reakció. Most szopadtok? A mai YouTube-on sajnos tényleg ez megy, valaki elkezdett tartalmat gyártani, ami nem rossz, mert a valljuk be azért tényleg jó. De, és utána az összes youtuber elkezd ugyanazt a monoton tartalmat gyártani, az már nem annyira jó. Persze megértem, hogy mindenki máshogy edz, mindenkinek mások az edzéstervei, meg az egyéb ilyen dolgok, de nem tudom, srácok. Miért mindenkinek egyszerre jut az eszébe? Ez egyszerűen kicsit furcsa. Mielőtt valamelyik kedves embertől megkapnám azt, hogy csinálj jobbat, szar vagy-e hozzájuk képest, úristen, töröld le a csatornádat, hozzájuk se érsz, neked csak 7000 feliratkozód van, nekik meg 100000, akár 200000. Én ezzel a videóval tényleg nem az a csatornáikat szeretném leszólni, sőt, semmit nem szeretnék leszólni, csak ez a tartalom az összes csatornán, aki felkapott, és tényleg, komolyan minden második, harmadik csatornán találok ugyanolyan videót, és egyszerűen már egy idő után unalmas néz ezeket a reakció, edzős. Persze ezzel tényleg nincs baj, van aki ezt kérte, és van aki ezt szereti nézni. És közöttük én is így vagyok, de hogy egy ember tényleg, de ők így berobbantak, szóval egy ember elkezdte, és az összes többi 10-20 folytatta egymás után. Persze ez nem kopi, ugyanis olyan nincs, hogy kopi. Nekem erről ez a saját véleményem, amit szerettem volna kifejteni számotokra, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, várom a ti véleményeteket a komment szekcióba. Kíváncsian várom tényleg, hogy nektek erről mi a véleményetek, és hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Extaz voltam, sziasztok!